Szeretettel köszöntlek mindannyiótokat, és a mai délután egy gyakorlatias kérdésben szeretném, hogy együtt tudnánk az ige segítségével, az ige fényében, és akár a személyes tapasztalatainkat hát gondolva. Tehát együtt szeretném, ha tudnánk így gondolkodni, és hát akár segítséget kapni, akár segítséget nyújtani egymásnak majd a beszélgetések során, hogyha lesz rá mód. A téma pedig a következő. Amikor nagyon nehéznek tűnik a döntés az életünkben, akkor mi segít tovább lépni? Mi segít találni megoldásokat? Erről a témáról szeretnék veletek gondolkodni. Én hiszem azt, hogy mindannyiunknak vannak tapasztalataink, ha úgy tetszik, olyan pillérek, olyan útjelző tábláink, amikhez tudunk visszatekinteni akkor, amikor egy-egy nehezebb utálkozáshoz érkezünk. És amikor készültem, akkor próbáltam visszaemlékezni arra, hogy nekem milyen ilyen egyértelmű elágazásaim voltak, ahol vívódtam, ahol küzdöttem, ahol krízis helyzetben voltam, és nem láttam tisztán. És szükségem volt segítségre, szükségem volt időre, szükségem volt egyértelmű útmutatásra, tanácsra, hogy tudjam, hogy merre menjek tovább. És arra gondoltam, összedek egy pár ilyen dolgot, a teljesség igénye nélkül. Az első ilyen hosszabb vívódásom, az hát ezelőtt 16 évvel volt, amikor az volt a vívódásomnak a tárgya, hogy tovább tanuljak, erről beszélgettünk a fiatalokkal délelőtt, tovább tanuljak az alapszakmámban, a zenei pályán. Volt akkor egy tanári állás felajánlva Pécsen, a volt középiskolámban, volt egy ösztöndíj lehetőségem az Egyesült Államokban, és volt egy mesterképzése is lehetőségem Debrecenben. Ez volt az egyik oldal, a másik oldal pedig volt a teológiai pálya. És emlékszem, hogy ez milyen vívódás volt akkor, hogy kerestem a helyemet, és szerettem volna a Jóisten válaszát megtapasztalni. Aztán ilyen kérdés volt a pályaválasztási kérdés. Szokták erre mondani, hogy ez nem vívódás, nem? Hát az a legnagyobb dolog, amikor valaki megtalálja a párját, és összekötik az életüket. Hát nekem nem volt ilyen vívódásmentes időszak, mert az első fél évünk Boglárkával az nagyszerű volt és gyönyörű, egy naív szerelmes kölyök voltam, és fel kellett ebből nőni. És 3,5 évvel később volt egy házasságkötésünk, de ott meg kellett harcolnom tényleg sok kérdést. Akkor tájt volt az, hogy itt a közösségen belül is voltak válások, még a prédikátori karon belül is, és én néztem az óriásokat, akik esetleg így, hát nem is elbuktak, de megrogytak, meg nehézségekkel küzdöttek, és mondtam magamban, hogy hát ha még a nagy emberek sem minden szempontból stabilak, akkor én, hát kis zöldfülű, hogyan tudnék ebben a kérdésben jó döntéseket hozni. És emlékszem, hogy ez milyen krízishelyzet volt bennem akkor, hogy én szeretnék jól szeretni valakit, egy életen át szeretni, nem szeretnék egy olyan döntést hozni, amiben ő sérül, vagy amiben később esetleg a gyermekeink. Tehát ez egy konkrét krízishelyzet volt akkor, amit a Jóisten segített megoldani, de emlékszem arra az állapotra, amikor benne voltam a kérdéskörben, hogy hogyan lépjek, mit csináljak. Ilyen krízishelyzet volt az is, amikor az egyházon belül ugye már szolgáltam, és fölmerült annak a lehetősége, hogy az ifjúsági munka mellett, vagy az ifjúsági munka helyett a szenvedélybetegekkel, a szenvedélybetegekért kezdtek el fáradozni. Ilyen döntés volt az, amikor, és ez a feleségemnek volt nehezebb, amikor elköltöztünk Nágocsra. Egy megyeszékhelyről egy zsákfaluba. És ez azért is volt különösen nehéz, főleg Boglárkának, mert ő a sérült háttere miatt különösképpen kötődik, vagy kötődött Pécshez. És beszélhetnék arról, hogy milyen nehézségek elé kerültem akkor, amikor elindult ez az intézmény, és szembesültem a saját hiányosságaimmal. Én ki akartam lépni. Én nem éreztem jól magam az első évben, másfél évben egy intézmény élén. Nagyon sok feszültségem, frusztrációm volt, szembe jött a depresszió is, tehát én menekültem volna. És nem tudtam. És kerestem a megoldásokat. És én most csak felvonultottam 3-4 ilyen helyzetet a saját életemből, de hiszem, hogy ti is tudnátok mondani akár a múltból, akár a jelenből olyan helyzetet, ahol vívottok, hogy mi lenne most a jó döntés. Ilyen lehet akár ez a jelen egyházügyi helyzet is, amiben vagyunk,
hogyan merre menjünk tovább, hogyan kapcsolódjunk a saját testvéreinkhez, hogyan viszonyuljunk a többi testvérünkhöz. Látva, tapasztalva ezeket a belső vívódásokat, látom rajtatok is, bennem is aktív, intenzív kérdés, hogy mi segíthet, hogyan szeretne az ige bennünket bátorítani, támogatni? Mi lehet a jó döntés, és ezt mindenkinek egyen-egyenként kell megharcolnia? Úgyhogy felismerül egy kérdés, amit így bevezetésként gondoltam feltenni nektek. Amikor nem látok tisztán, amikor egy ilyen helyzetben vagyok, ahol elakadtam, akkor szerintetek várni kell, vagy elindulni kell? Hogyan lehet egy ilyen kérdésben válaszokat kapni? Tehát vannak helyzetek, akkor mondhatjuk azt talán részválaszként, vannak helyzetek, amikor nem látok tisztán, és nem biztos, hogy nekem rögtön ki is kell lépnem az adott szituációból, hagyni csapott papot, ahogy tartja ugye a magyar mondás, és akkor belegrani valami új helyzetbe. Ismerek sok embert, aki így oldja meg a konfliktusait, nem megoldja, nem megharcolja, hanem kilép belőle, és akkor elkezd valami újat. De ez nem biztos, hogy megoldás, ugyanakkor lehet, hogy megoldás. És azért nehéz ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor várni kell. Erre van igei bizonyság is. Azt mondja Jeremiás prófita, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, mondja az előzmény. És egy ilyen helyzetben, amikor nem látok tisztán, lehet, hogy Isten arra szeretne elvezetni, hogy maradjak a helyemen, és várjam meg azt, amíg egyértelműen kirajzlódik előttem az út, amelyen haladnom kell. És ebben biztos volt már tapasztalatotok. Ugyanakkor tudnánk arra is példát hozni a Bibliából, amikor szintén ilyen, vagy akár a saját életünkből is krízishelyzetben vagyunk, nem tudjuk, mit kell tenni pontosan, és mégis azt érezzük, hogy de hitben teszek egy lépést. Volt ilyen tapasztalatotok is, ugye? Mondok csak egy példát a Bibliából. Amikor egyértelműen Isten mondja Mózesnek, hogy menjen el a népért, és vezesse ki őket Egyiptomból, és az Isten velük lesz. És ugye nagy csodák jelek által kimennek nagy gazdagsággal Egyiptom földjére, és akkor odaérnek a vízhez. És akkor most mit csináljanak? Krízis helyzet. És amikor imádkozik Mózes, mit mond neki Isten? Emlékeztek arra a szakaszra, hogy mit válaszol Isten Mózesnek? Amikor kérje, hogy Istenem, hát akkor most mit csináljak? Várunk rád, hogy akkor mutass utat. Emlékeztek, hogy mi Isten válasza? Így van, tehát hogy én már megadtam az irányt, nyilván nem ezt mondja szó szerint, de ez a lényeg annak a szakasznak, hogy miért kiáltotok hozzám, vagy miért kiáltasz hozzám. Menjél. Jó, de ott neki kell menni a víznek. Tehát ott vannak helyzetek, amikor Isten azt várja tőlünk, akár vagy arra szeretne vezetni, hogy maradjunk csendben, és várjuk meg, hogy ő pontosan merre és hogyan akar irányítani, és vannak helyzetek, amikor lehet, hogy azt várja tőlünk, hogy szedjük össze, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk eddig vele, és ha tudjuk, hogy ő a helyén van, ha tudjuk, hogy ő milyen elveket fektetett le számunkra, ha tudjuk, hogy egy elv az igaz, akkor bízzuk rá az életünket Istenre, és lépjünk. És én nem tudom, hogy ki most közületek, milyen élethelyzetben, milyen krízisben van, hogyha van, vagy milyen kérdések merülnek fel benne, de biztos vagyok benne, hogy Isten szeretne bennünket vezetni. Akár úgy, hogy azt mondja, hogy te még várjál. És lehet ugyanaz a helyzet van előttünk, de két-két ember másként fogja megélni, mert Isten egyen-egyenként szeretne bennünket vezetni. Közösségként is én ebben biztos vagyok, mert Isten arra vágyik, hogy tudjunk együtt lépni. Ti is tudjatok itt a Siófoki közösségként együtt tenni lépéseket, mert vannak ilyen lépések, amiket együtt kell megtenni, de vannak olyanok, amiket csak egyedül. És nem is lehet másként. Egyébként azt írja Ellen White az említett mózesi történettel kapcsolatban, hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, idézi Pál apostol a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében ezt a történetet. Azzal, hogy lementek egészen a vízig, bizonyították, hogy hittek Isten szavában, úgy, ahogyan azt Mózes által mondta. Mindazt megtették, ami hatalmukban állt, és azután Izrael mindenhatója ketté választotta a tengert, hogy utat nyisson számukra. Az ebben rejlő tanulság örök időkre szól.
A Krisztust követők élete sokszor tele van veszedelmekkel, és ilyenkor nehéznek tűnik a kötelességek teljesítése. A képzelet a fenyegető pusztulás képét festi elénk, és szolgaságot vagy halált hátunk mögé. Ám Isten szava világosan szól, indulj előre. Engedelmeskednünk kell ennek a parancsnak még akkor is, ha szemünk áthatolhatatlannak látja a sötétséget, és ha lábaink körül hideg, szennyes vizet érzünk. Mert a haladásunkat hátráltató akadályok sohasem tűnnek el teljesen. Akik halogatják az engedelmességet, amíg a bizonytalanság árnyéka el nem oszlik, és a kudarc vagy vereség veszélye el nem hárul, azok sosem fognak engedelmeskedni. A hitetlenség állandóan azt suttogja, várjunk, míg eltűnnek az akadályok, és utunk tisztán látható lesz. A hit ellenben bátran ösztönöz előre, mindent hisz, mindent remél. Ez is egy érdekes gondolat, nem? És talán azért érdekes, mert lehetséges, hogy én azt gondolom, hogy én most várok az Isten szabadítására, és most nem mozdulok, és akkor Isten azt mondja, hogy hát indulj el hittel. Én nem tudom, hogy milyen életszakaszokban vagytok, és nem akarom egyik oldalt sem erősíteni, sem azt, hogy most akkor mennetek kéne, sem azt, hogy várni, mert mondom, nem tudom, hogy mi az a krízishelyzet, amiben vagytok. De az biztos, hogy itt azt erősíti meg Ellen White is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tudom, hogy mi az Isten akarata, vagy merre akar vezetni, csak félek. Vannak bennem bizonytalanságok, és akkor inkább várok. És egy ilyen helyzetben a várakozás nem biztos, hogy valóban segítség. És ha visszaemlékezem életem legkomolyabb mélypontjára, ez az a bizonyos depressziós időszak volt, amiről már többször is beszélgettem veletek, azért, mert nagyon sok mindent tanított a jó Isten engem abban a 2,5 évben. És emlékszem arra, hogy hogyan kezdődött az egész. Egy országos ifjúsági alkalom előtt voltunk, Vácra szerveztük, és olyan feszültségben voltam, hogy ha akartam volna, se tudtam volna kifelé palástolni. Tele voltam görcsökkel, szorongásokkal. És persze ilyenkor a legfontosabb kérdés, hogy kibe vagy mibe tudok kapaszkodni ilyenkor, hogyha nehézségben vagyok. Nem tudom, nektek volt-e már ilyen, hogy benne voltatok egy intenzív feszültségbe, és hiába kiáltatotok Istenhez, olyan távolinak tűnt. Megfoghatatlanak. Tudtátok, hogy ő a szeretet forrása, meg ő tud minden békességet megadni, emberi értelmet felülhaladó módon, de mégis elérhetetlen maradt számotokra. És egy ilyen helyzetben, gondolom, hogy többen megtapasztaltátok már, Isten szerintem azt szeretné velünk elérni, nem ő nem szól, hanem én nem hallom sokszor, hogy mit akar mondani, hogy én tartsak ki hitben. Azt olvasok Mikeás prófétán keresztül, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, Mikeás 7:7. Meghallgat engem az én Istenem. Még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Tehát Isten arra vár, és arra vágyik, hogy ez a hit tudjon a mi életünkben megerősödni. Hogyha nem is látok tisztán, ha nem is értem, hogy miért történik velem, ha nem is tudom, hogy merre kéne mennem, legalább a tekintetemet arra irányítom, amerre tudom, hogy a legfontosabb irányítanom. De én az Úrra nézek szüntelen. Várom szabadításom Istenét. Ha sötétségben ülnék is, ő az én világosságom. És én szeretném a teljes igény nélkül veletek ezt a kérdést átgondolni 3 bibliai szakasz segítségével. Nehéz helyzetek, nehéz döntések. Legyen az egyik Eszter könyve. Ismeritek az ő küzdelmeit, szinte fejből, mert ugye nem egy hosszú szakasz Eszter könyve Jób könyve előtt a Bibliában. Tudjuk, hogy milyen világbirodalomban lett ő királyné, és hogy hívták azt az ármánykodó embert, Hámánt, aki a honfitársa életére tört. És amikor ebben a feszültséghelyzetben, ugye ott van Eszter, érdemes akár kinyitni ezt a könyvet az Ószövetségben. Ugye Márdokeus üzen Eszternek, és mondja neki, hogy ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Ugye kijön egy rendelet. És hát itt ebben a helyzetben, ugye Márdokeus próbálja rávenni Esztert, hogy,
hogy hát valahogy járjon közbe a honfitársakért. Na hát Vásti királyné is megjárta akkor, amikor a király szavával, vagy a király utasításaival szembe ment, ő pedig hát hogyan is mondhatna bármit az uralkodónak, és Eszter vívódik. Itt van egy helyzet, kap egy impulzust Márdokeustól, hogy neked szólnod kell, neked felelősséged van, neked felelősséget kell vállalni, és lépni kell. Nem hallgathatsz. És kiderül Eszter válaszából, hogy nem azért vívódott, mert hogy ne érezte volna ezt a felelősséget, hanem azért, mert azért itt az életével is kellett számolnia. És azt olvasok a 4. fejezet 16. versében, olvasom a 15-től, és mondta Eszter visszaüzenve Márdokeusnak, menj el és gyűjts egyben minden zsidót, aki Szuzánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek, és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is, és leányaim is, vagy leánytársaim is, így böjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha a törvény ellenére. Ha azután elveszek, hát elveszek. Biztos hallottátok már ezt a szakaszt, vagy olvastátok a Bibliában. Milyen lehetett megharcolni Eszternek ezt a döntést? Hitben. Nem tudta, hogy mi lesz a végkimenetelennek a küzdelemnek. Ez egy krízis helyzet volt. Ő ott volt egy világbirodalom uralkodója mellett, nem azért, mert oda akart kerülni, hanem így alakult a helyzet. Zsidóként. És van egy krízis helyzet. Mit tegyen? Várhatott volna még, de kap egy impulzust kívülről, hogy tenned kell, mert nehogy azt hitt, hogy te megúszod. Nem csak a népet mészárolhatják le, hanem téged is, és valamit lépni kell. És én el tudom képzelni, hogy milyen vívódáson ment keresztül ebben a helyzetben Eszter. Mit tegyen? Hogyan tegyen? És hozott egy döntést, azt mondta, hogy én az Istenre fogom ezt bízni. Nem tudom még, mi lesz a megoldás. Nem úgy halljuk ezt a kijelentést tőle, hogy neki konkrét ima megtapasztalása lett volna. Azt mondta, hogy hozok egy döntést, fogok tenni egy lépést. Most még nem látok tisztán. Nem tudom, hogy miben fog erősíteni Isten, de meghozom azt a döntést, hogy én bemegyek és beszélni fogok a királlyal. Előtte böjtölünk, ti is böjtöljetek. Keressük az Istennek a még konkrétabb vezetését, én is, akik mellettem vannak, ti is itt legyetek. Aztán megyek és lépek. És még nem tudom, hogy mi lesz, lehet, hogy meg fogok halni, de hozott egy döntést. Ez egy bátor dolog, nem? És hát látjuk azt is, hogy egy hitben meghozott döntésen aztán később milyen áldás lesz. Hogyan vezeti Isten abban a 3 napos böjtben, hogyan erősíti meg, hogyan készíti fel, aztán milyen szavakat ad neki. Érdemes ebből a szempontból végigolvasni Eszter könyvét. Nagyon elgondolkodtató. Mondok egy másik példát is. Az egyik kedvenc történetem, mert nem tudom, hogy ti szemlítjetek-e már így Mózest. Amikor Mózes megkapja 80 évesen az elhívását a szolgálatra, akkor mennyire volt lelkes? Tudjátok, mennyire volt lelkes Mózes? Mondjuk 10-es skálán, ti hányas adnátok Mózes lelkesedésének, ha 10-es lenne a maximum? Hát, maximum vagy 1-es, igen, ahogy András mutatja. Most újból elolvastam, amikor készültem erre a témára, az elhívásnak a körülményeit, és olyan szép, ugyanakkor olyan emberi, vagy olyan szép, hogy Isten próbál Mózesért harcolni, és olyan emberi, ahogy Mózes próbálja a felelősséget eltolni maga elől. Tehát nem úgy áll hozzá, mint Eszter, hanem hát látható folyamatában, hogy sajnos sokkal gyermekibb hittel, amit hogy éretlenebb hittel. Érdemes kikeresni az igéből, ez egy hosszabb szakasz lesz, és kivonatosan fogom csak idézni, tehát Mózes 2. könyvéből. A 3. fejezet. Csak szeretném így pontokban felvillantani, hogy mi is történik ebben a folyamatban. Az első, hát Mózes számára megdöbbentő esemény, hogy az maga a csipkebokor, amelyik ég, és nem ég el. És aztán Isten megszólítja, és mondja neki, hogy ne jöjj ide közel, odd le a saruidat, 3. fejezet 5. verse. Mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene, Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejtette az ő orcáját, mert félt az Istenre tekinteni.
Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt ismerem szenvedéseit. És mondja, hogy leszállok, hogy megszabadítsam őket. És akkor mondja a 10. vers, most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát van egy konkrét bevezetés, látja Mózes a csodát, Isten elmondja, hogy az ima meghallgatás, ami most történik, és elmondja azt is, hogy én viszont most téged el foglak küldeni. Mi Mózes első reakciója? Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz és kihozom az Izrael fiát Egyiptomból. Ugye itt egy kérdés. Kevés vagyok én, kicsi vagyok én, senki vagyok. Hát csak egy pásztor itt már 40 éve Midian földjén. És akkor mondja Isten, hogy ugye felelt neki, én veled leszek. És ez lesz a jele, hogy küldötelek téged, mikor kihozod a néped Egyiptomból. Ezen a helyen fogtok szolgálni, vagy ezen a hegyen az Istennek. Tehát van egy ígéret is, Isten azt mondja, hogy ne félj, veled vagyok. Először küldi, ott a jel is, aztán küldi, aztán Mózes visszakérde, Isten mondja, hogy ne aggódj, ne félj, itt lesz a jel az lesz, hogy én itt fogok lenni köztetek, és itt fogtok szolgálni nekem ezen a helyen, ezen a hegyen. De jön Mózes következő kérdése. Hát de mit mondjak, amikor majd találkozunk, amikor majd oda megyek, amikor majd ott leszek? Tehát látszik, hogy ez nem a hit magatartása, hanem ott vannak a kétségek, ott vannak a kételyek. És akkor Isten mondja neki, hogy vagyok, aki vagyok, és majd mondd el nekik, hogy a vagyok küldött engem ti hozzátok. És akkor mondja, hogy menjél, és tedd a dolgot. Én erre bízlak meg. Ez lesz a küldetésed. Aztán menjünk a 4. fejezetre, ott azt olvassuk az első versben. Felett Mózes is mondta, de ők nem hisznek nekem, és nem hallgatnak szavamra. Sőt, azt mondják, nem jelent meg neked az Úr. Tehát megint mit erősít magában Mózes? A kétséget, a kételyt. És akkor Isten elmondja neki azt, hogy jó, akkor én megyek tovább érted. Mi van a kezedben? Ott egy vessző. Akkor ebből ott lesz a kígyó, mint csoda. Fogd a kezedet, tedd be a ruhád belsejébe, vedd ki, leprás a kezed, tedd be még egyszer, meggyógyult. És hidd el, hogy veled leszek. Sőt, hogyha mindezetek nem hinnének is, akkor majd ott lesz az, hogy merítesz a folyóvízből, a szárazra öntöd, és az vérré lesz. Tehát csodákat mutat neki, csodákat ígér neki. És erre mi Mózes válasza? A 10. verset érdemes elolvasni, a 4. fejezetből. És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Ja, tehát, hogy itt ez már nem az első kör, amit Isten tesz Mózesért, és folyamatosan dobálja vissza a felelősséget, dobálja vissza a küldetést. Tehát nincs könnyű dolga Istennek Mózessel. És akkor itt jön egy határozottabb jelzés. Az Úr pedig mondta neki, kiadod száját az embernek, avagy kitesz némává, vagy siketté, vagy látóvá, vagy vakká. Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell. Ezután Mózes ment. Hogy szól a következő vers? Ő pedig mondta, kérlek Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Hát ez valóban nem egy könnyű helyzet, nem? Tehát ennyi csoda, ennyi egyetemű utalás, ennyi egyetemű jel megígérése, megtapasztalása után Mózes mindig vár. És azt mondja, küldjél mást, köszönöm szépen, nekem ez nem kell, leteszem itt a lantot, én megyek vissza a birkáim közé. És akkor Isten megint lép egyet, és mondja neki, hogy azért itt olvasok azt, és nézzük tovább, 14. vers. És felgerjedt az Úr haragja Mózes ellen, és mondta, nem, de atyád fiad neked a Lévi nemzetségéből való Áron. Tudom, hogy ő ékes szóló, és íme ő ki is jő elődbe, s mihelyt meglát, örvendezni fogad az ő szívében. Beszélj azért vele, és add szájába beszédeket, és én leszek a te száddal, és az ő szájával, és megtanítlak titeket arra, amit cselekedjetek. És akkor végül elindul Mózes. De azért hoztam ezt a példát, hogy lássátok, hogy vannak helyzetek, amikor valaki képes hitben lépni, és Istenre bízni az életét, a sorsát, és erős a hite, mint Eszternek. És vannak helyzetek, amikor az az ember, tehát most arról az emberről beszélünk, aki a Mesiás előképe, aki az egyik legnagyobb ember volt
a történelemben. És látjuk, hogy a hite az milyen hát botladozó hit. Jó, mondjuk én megértem, tehát hogyha most megnézzük, hogy hova küldi Isten Mózes, nem hiszem, hogy mi úgy reagáltunk volna, hogy persze megyek Istenem, és köszönöm, hogy küldesz. Tehát érthető Mózesnek a magatartása, de mégis olyan emberi. És azt, hogy a nyilvánvaló csodák és jelek és tapasztalatok ellenére, és azt mondja, hogy Uram, küld csak, akit akarsz, én inkább maradok, az mutatja azt, hogy nem tudott hitben elindulni. És Istennek meg kellett erősíteni az ő lépteit, az ő lépéseit. És mindegy, hogy most éppen Eszterként erős hittel Istenre bízva tudunk lépni, vagy Mózesként maradnánk, ahol vagyunk, biztos vagyok abban, hogy Isten vezetni szeretne minket. És szeretném a legfontosabb példánkat, Jézus példáját is felemlíteni. Az ő legnehezebb döntés az a Getsemáné kertben volt. És előtte, hogy meghozza az áldozatot értünk, emberekért. És tudjuk, hogy annyira nehéz döntés volt ez, hogy hiába tudta, hogy mit kéne tennie, hiába tudta biztosan, hogy mi lenne a feladata, mégis visszarettent. És meg kellett magát erősítenie. És háromszor kellett visszamennie imádkozni, amíg valóban az a döntés, amiről tudta, hogy jó döntés, az tudott cselekedettel és teljes cselekedettel párosulni. És azon gondolkodtam, hogy mi a különbség Jézus küzdelme, Eszter küzdelme vagy Mózes küzdelme között, és hát van több is. Az egyik az, hogy Jézus mellett nem voltak emberek. Tehát neki egyedül kellett megharcolni ezt a harcot, és nem voltak támogatók. Akiket megkért, hogy segítség, azok is aludtak. Eszternek ott volt Márdukeus, ott voltak a leánytársak. Mózesnek azért ott volt Áron, ott volt Miriam, ott volt a felesége Cippóra, ott volt később Jetró. Voltak hívő szemléletű honfitársa, Jézus egyedül volt. Nem voltak mellette emberek. És ami még fájdalmasabb, hogy Jézusnak nem volt egy mennyei atya sem, akiben mindig megbízott, akinek mindig tapasztalta jelenlétét. Az Isten jelenlét soha nem távozott el, sem Esztertől, sem Mózestől, sem tőlünk nem fog. És ez olyan szép ígéret, hogyha bármi eltávozik, az Isten szeretetétől bennünket semmi nem tud elvonni. Olvassuk a rómaiakhoz levélben is. De szeretnék visszatérni arra, ami szerintem nagyon fontos lenne a hitbeli küzdelmeinkben, és én itt látok sokszor fájdalmas hiányosságot, hogy nem használjuk egymást, a testvéri közösséget, arra, amire Isten teremtette. Mert Isten pont arra adott minket egymás mellé, hogy amikor ilyen krízishelyzetekhez érkezünk, ilyen télágazásokhoz, és nem tudjuk, hogy merre kell tovább menni, akkor ott vannak a testvéreink, akik együtt tudnak velünk imádkozni, könyörögni. Ahogy Eszter is mondja, hogy én imádkozom, böjtölök, ott lesznek a lánytársaim, és ti is tegyétek meg. És milyen jó, hogy neki volt kihez fordulnia, nem egyedül kellett ezeket a harcait harcolnia. És én hiszem azt, hogy Isten arra teremtett minket egymás mellé, hogy bármilyen krízisben is vagyunk, egyen-egyenként vagy közösségileg, ezeket tudjuk együtt harcolni, hogy közös tapasztalatokat szerezhessünk testvérek. Olyan szép a 133. Zsoltár. Biztos ismeritek. Grádicsok éneke ez is, Dávidtól, és mindössze három versből áll. Az egyik legrövidebb Zsoltár, Zsoltárok világában. Úgy kezdődik, hogy íme mi jó és mi gyönyörűséges. Tudjátok folytatni? Amikor együtt lakoznak az atyafiak. Íme mi jó, már olvasható is, és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Folytassuk, légy szíves, Dénes. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, és itt van egy nagyon fontos kijelentő mondat. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Hova? Az együtt lakozó atyafiakhoz. Miből látszik meg leginkább az Isten szeretete itt a Földön? Hát azon a szereteten, ami az emberek között vagy működik, vagy látszik, mert az Isten szeretet, és ha közösségben vagyok vele, akkor a szeretet kapcsolataimon is látszódnia kell annak, hogy Isten velem van. És oda Isten áldást küld. És én hiszem azt, hogy
hogy amikor én krízisben vagyok, mert ezt én tapasztaltam, akkor rengeteget jelentenek azok a támogatások, amiket a testvéreimtől kapok. Én itt őrzöm a szívemben azt az SMS-t, amit Keresztes Endre, nem csak kollégám, nem csak testvérem, hanem barátom, küldött nekem. Olyan 10 SMS-ből fűzte össze, és szerintem legalább egy órát dolgozott rajta, hogy elküldje nekem azt az SMS-t. És egy bátorító üzenet volt, amiben próbált erősíteni az én teljesen megrodgyant lábaimat a Jóisten felé. Én el tudom mondani nektek, mert most újra visszakerestem ezeket a tapasztalataimat, mert leírtam, hogy Isten milyen igéket küldött nekem. Hogy hány és hány telefonom volt, hogy tényleg milyen összefűzött SMS-eket olvashattam. Most is előttem van az, amikor benne voltam ebben a nehézségben, és Bánhidi Tibi testvéremmel kisétáltam ott Nágocs, mert van egy kis tó. És ott sétáltunk, beszélgettünk, imádkoztunk. Előttem van az, ahogy a feleségem velem sírt és velem imádkozott, mert krízisben voltam, és nem tudtam kijönni ebből. Velem vannak azok a bölcs tanácsok, amiket testvéreim tényleg küzdve próbáltak megharcolni, hogy segítsenek valahogy. És én hiszem, hogy Istennek az a vágya, hogy bármilyen küzdelemben is vagytok most, bármilyen elágazás előtt, szeretne válaszokat adni. És nem tudom, mi a válasz, hogy induljatok, vagy maradjatok. Hogy gondolkodjatok, mégis tervezetek, vagy már egyértelmű az út, és csak lépni kéne, de valamiért nem megy hitben. Én hiszem, hogy bármi is az ő útmutatása, ebben szeretne akár emberi segítségeket is adni nektek. Én csak 2 ígérettel és egy elemet ízettel szeretném zárni ezt a mai délelőttöt. Az egyik, ami nekem nagyon sokat jelentett, az adott nehéz, sötét élethelyzetemben, én hiszem, hogy ez mindannyiunknak szólhat, Ézsaiás 9.1. Úgy kezdődik, tehát Ézsaiás könyve 9. fejezet első verse. Ha már ilyen profi segítségem van, akkor megvárjuk, hogy olvasható is legyen. Tehát Ézsaiás könyve 9. fejezet első verse így szól, de talán már olvashatok is többen. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Nem tudtok ebbe kapaszkodni, ha akár most szorongatásban vagytok. Azt ígéri az ige, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. Ez egy jó szövetségi ígéret, de hiszem azt, hogy ez egy törvényszerűség. Bármilyen sötétség, bármilyen szorongatás van az életünkben, akár mi okoztuk, akár mások nekünk, akár egy sátáni támadás, akár a saját elbukásomból fakadt, Istennek terve az, akár hogyha meg kell alázni valakit, hogy megdicsőüljön. A másik szintén Ézsaiás könyvéből a 33. fejezet 6. verse, és békés lesz a te időd gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban, az Úr félelme lesz kincse, vagy kincsed. Ézsaiás 33.6. Ez is egy ígéret az akkori népnek, de amikor én nagyon mélyen voltam, és nem láttam tisztán, és tele voltam szorongással, félelemmel, én ezekbe az igékbe tudtam kapaszkodni. Isten ezeken keresztül szólt hozzám, és olyan hálás vagyok a mai nap is, hogy itt állhatok előttetek, hogy elmondhatom, hogy Isten megcselekedte azokat az én életemben, amik ezekben az igékben el voltak rejtve üzenetként. És hiszem, hogy nektek is akar üzenni. És az utolsó ilyen számomra személyes tapasztalat az Én életem ma című állított gyűjteményből származik, január 8-áról. Nem tudom, megvan-e valamelyik ötöttnek ez a kékszínű verzió. Akkor kaptam ezt, amikor nagyon szét voltam esve, és kinyitottam, és elkezdtem olvasni, és képzeljétek el azt a Horváth Gábort, aki nem úgy állít mosolyogva, ahogy most vagyok, hanem teljesen szétcsúszva, sok szorongástól, a frusztrációtól, az önvádtól elterülve. Ezt írja Ellen White. Idők jelei, 1906-os számában. Az élet nem csak kellemes legelőkből és hűsítő folyamokból áll. Reánk jönnek próbák, csalódások,
Eljön a nélkülözés, és szorult helyzetbe kerülünk. Ilyenkor a lelkismerettől furdalva azt gondoljuk, hogy messze eltávolodtunk Istentől, mert ha vele jártunk volna, nem szenvednénk úgy. Jön az önvád, az önostorozás, a kételyek. A kétely és a kétségbeesés felgyülemlik lelkünkben, és így szólunk. Az Úr elhagyott minket, és rosszul bánik velünk. Miért engedi, hogy így szenvedjünk? Nem szerethet bennünket, mert ha szeretne, akkor eltávolítaná ösvényünkről a nehézségeket. Ő nem mindig vezet kellemes helyekre. Ha ezt tenné, önelégültségünkben elfelejtenénk, hogy ő a mi segítünk. Ő arra vágyik, hogy kijelentse nekünk magát, és a rendelkezésünkre álló bőséges javakat. Azonban megengedi a próbákat és a csalódásokat is, hogy felismerjük gyámoltalanságunkat, és megtanuljuk segítségül hívni őt, aki hűsítő forrásokat fakaszthat a kőkemény sziklából is. Amikor szemtől szemben állunk Istennel, amikor úgy fogunk látni, ahogy minket látnak, és úgy fogunk ismerni, ahogyan minket ismernek, akkor megtudjuk, hogy Krisztus mennyi terhet hordozott érettünk, és még mennyivel több terhet hordozott volna, ha gyermeki hittel őhozzá vittük volna azokat. Istennek szeretete megnyilvánul népével való minden bánásmódjában. A bajban, betegségben, csalódásokban és próbákban tiszta, elhomályosulatlan szemekkel kell szemlélnünk az ő dicsőségének fényét. Ez olyan szép gondolat. Mit kell szemlélnünk? Az ő dicsőségének fényét. Bármilyen baj, betegség, csalódás, bármilyen próba van jelen, az Isten szeretetének, az Isten dicsőségének a szemlélése az teljesen át tudja formálni az adott helyzetet, szituációt vagy a hozzáállásunkat. És én ezt kívánom nektek teljes szívemből. Nem tudom, hogy most milyen helyzetben vagytok. Vannak közös küzdelmeink, én azt gondolom, ezek a helykeresős küzdelmek is lehetnek. Vannak közösségi küzdelmeink itt, hogy hogyan akarjátok egymást szeretni. Vannak egyéni küzdelmeink a saját nyomorúságunkban, a saját munkahelyünkön, a saját családunkban, a saját elakadásainkban. És én hiszem azt, hogy Isten szeretne ezekkel a példákkal is minket bátorítani mai délelőttön. Én tényleg azt kívánom, hogy tudjunk megkapaszkodni ezekben az ígéretekben, és lehessen a sajátunk is. Amen.